Szia, én Igén vagyok. Ez a kisodlaszt lecke magyaroknak. A negyedik, bocs. Na, mit látunk ez a leckében? Hát, néhány időkifejezést, hogy mondjuk a múlt időket, és a csinálni időt. Hát, néhány kifejezést. Jéri, tegnap. Domani, holnap. Oggi, ma. L'altro ieri, vagy avantieri. Ez nagyon ritka. Tegnap előtt. Hát, gyakorabb l'altro ieri. Vagy, dopodomani, holnap után. Stamattina, ma délelőtt, ma reggel. Stasera, ma este. Stanotte, éjjel. Questo pomeriggio, ma délután. Adesso, most. Majd. A hónapok. Gennaio, január. Febbraio, február. Marzo, március. Aprile, április. Maggio, május. Giugno, június. Luglio, július. Agosto, augustus. September. Ottobre, október. Novembre, november, dicembre, december. Így van, majd. A hetei napok. Lunedì, hétfő, a holnapja, mert luna, a hol. Majd. Martedì, ked, a mars napja, Marte, olaszul. Mercoledì, szerda. A Merkur napja, hát Merkur. Giovedì, csütörtök, a Jupiter napja, Giove, olaszul. Majd venerdì, péntek, a Vénusz napja, az olaszok nagyon szeretik a szépséget. Majd szabato, szombat, zsidó szó, mint magyarul, azt gondolom. Majd Domenica, vasárnap. Ez tiszta latin kifejezés. Hát Dominica Dies. Úr, vagy hát Isten napja. Így van. Majd. Csinálni. Az olasz fordítást fare, de ez jön a latinból facere. Io faccio, csinálok, vagy csinálom. Olaszul nincs ez a különbsége. És ez jön a latin faccióból. Hát, io faccio, tu fai, facis, lui, lei, fa, cinal, facit, noi facciamo, facimus, voi fate, facitis, loro fanno, facunt. Facitis, itt van egy szinkope, nem tudom a magyar szót, tehát valaki mondatja, leszi, mert ez amikor egy szótag esik, például facitis, fate, és nem facete. És igazából sok gyermek így mondnak, hát facete, például mit csinálok, mit csináltok, cosa facete, de ez hiba, ez nem jó. Hát, majd. Imperfetto, ez az első múlt igeidő, hogy látjunk. Azt használjuk, amikor van egy kortárs a jelen idővel. Facevo qualcosa quando, valahol csináltam valamit, amikor, stb. Magyarul egyszer volt ez az idő, mint itt írvala, scriveva olaszul. Hát, első ragozás. Avo, avi, ava, avamo, avate, avano. Hát, mangiavo. Eszem, ettem, mangiavi, ette, mangiava,
Mangiavamo, mangiavate, mangiavano. Második rágozás. Evu, evi, eva. Evamo, evate, evano. Például vedevo, láttam. Vedevi, vedeva. Vedevamo, vedevate, vedevano. Harmadik rágozás. Ivo, ivi, iva. Ivamo, ivate, ivano. Dormivo, dormivi, dormiva. Aludtam, aludtál. És többi. Dormivamo, dormivate, dormivano. Minden világos. Azt remélem. Majd. Passato prossimo. Ez a második multi. És a második igeidő. Amikor az akció befejezt egy közelmúltban. Elég furcsa talán, de egyébként ezek az alkalmakban azt használjuk. Hát északon és majdnem mindenhol most a tévében is azt használjuk, és messze múltban is. Ez szerintem elég egyszerű. Hát, van egy a tárgyas igekkel, avere, és a múlt meleg névi igenév. Hát, o, ai, a, abbiamo, avete, hanno, és a participium. A participium így csináljuk. Igei gyöker, és ato, az első ragozásnak, eto, a második ragozásnak, ito, a harmadik ragozásnak. De valamikor is van úto, például ittam a bevúto, de ez rendben jó. Például hát mangiato, dormito, de mindig sokszor ez rendben jó. És ezek az alkalmakban csak kell tanulni egy jó szótárral. Vedere, például visto, vagy veduto. Visto gyakorabb. Tárgyatlan igekkel, essere és a múlt meleg névi igenév. Például sono andato, mentem. Andato jön andareból, hát menni, és andato, és sono andato, mentem. Oké, és fogsa, na. Csak két múlt időt láttunk, de még három van. Milyen a szép az olasz. Egyébként írtam is a latinból, miért kell, hogy az emberek tudják, amit mondnak, és nem csak tudnak a szívben. És a latin nyelv nagyon fontos, és sokkal segíthet az olasz tanulásban. Általában a latinaink nagyon fontosak a minden európai kultúra, a görögökkel. Kultúra, latin szó. Ne felejtse el. A latin az olasz anyukai, a görög az olasz mámai. Aksa. Sziasztok!